Ma ugye péntek 13-a van, az iszlám világ meghirdette a harag napját, azt a napot, amikor mindenhol a világon az iszlám híveket, vagy hát nem is tudom, hogy kell ezt mondani, tüntetni hívták. Szerinted lesznek-e világszerte incidensek? Ez az első kérdés. Az a baj, hogy azt merem mondani, hogy igen. Tehát azok a jelek, amik a Hamas támadás után a világszerte láthatóak és tapasztalhatóak voltak, hogy Sydneybe a legdurvább az volt, hogy Sydneybe az operaháznak a lépcsőjén azt merték kiabálni, hogy gázt a zsidóknak, tehát ez azt mutatja, hogy nagyon elszabadult a pokol ezen a területen, és nekem voltak palesztin tanítványaim, megpróbáltam velük megértetni azt, hogy Törökország, illetve az Oszmán Birodalom 150 évig volt Magyarországon, és nem csak a földek egy darabját, hanem az országot is kisján konkrétan megszüntette, de mégis itt vagyunk. Tehát azzal, hogy ilyen szinten nem képesek elfogadni a katonailag egyértelműen beállt helyzetet, ezek saját maguknak okoznak kárt. Nyilván a terrortámadásokkal az izraeli lakosságnak és az államnak is tudnak kárt okozni, de előbb vagy utóbb meg fog születni az a helyzet, amelyben a katonai megoldás születik erre a problémára, és én nem félek ezt kimondani, hogy most elképzelhet, hogy eljött az idő, hiszen Benjamin Netanyahu nem arról ismerjük, hogy nagyon puhány lenne, vagy bármilyen szemot, hiszen ott áll mellett a testvérének, Jonathan Netanyahu-nak a szelleme, aki az entebbei túszejtés parancsnokaként vesztette az életét. Tehát elképzelhetetlen mozgások indultak meg, és azok, akik azt gondolják, hogy egy ilyen lépéssel pozitív támogatást fognak kiváltani, és a többségi lakosságban, mert tegyük hozzá, azért a világ többnyomó többségi azért a muszlimok kisebbségben vannak, a többségi társadalmak ezt jó szemmel fogják nézni, és azok a hírek, amik például tegnap arról szóltak, hogy egy német tanárt megvertek, mert rászólt a gyerekre, hogy ne vigyen be Hamas zászlót az iskolába, azért vagy palesztin zászló, nem is emlékszem, melyik volt, onnantól kezdve azért nagyon-nagyon komoly gondokra és nagyon-nagyon komoly következményekre hívja fel a figyelmet. Szerinted a Hamas az folytatja a támadásokat, tehát van-e esély arra, hogy újabb meglepetést okoz Izraelnek, vagy azért ennek a történetnek itt a vége az ő részükről? A meglepetésnek itt a vége, az biztos, hogy megint voltak arról hírek, hogy ott a déli határ mellett újra próbálkoztak a behatolással, de lelőtték őket. Tehát innentől kezdve szerintem a Hamas a védelemre összpontosít, és arra figyel, hogy minél több veszteséget tudjon okozni az izraeli katonáknak. Reméljük nem így lesz, de ez egy nagyon-nagyon nehéz terep. A legnehezebb katonai terep az ilyen sűrűn beépített, átláthatatlan város, mint amilyen Gáza, ráadásul tele toronyházakkal, ahonnan akár mesterlövészek is lőhetik az utcán előnyomulókat. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz terep. Hasonló terep utoljára Faludzsába volt 2004-ben. Ott az amerikaiak a hagyományos megoldást választották, felosztották régiókra, részekre, volt akkor utcákra, a régiót, azon haladtak végig a szárazföldi alakulatok, és módszeresen minden ellenállást elpusztítottak. Tehát több esetben felszólították a lakosságot, hogy hagyja el a környéket, ha nem történt, és ellenállással találkoztak, akkor az egész házat, háztömböket lőttek szét. Olyan mértékű pusztítás érte Faludzsát, mint amilyen várost még az emberi történelemben csak a középkorba vagy az ókorba, az ott lévő lakások fele megsérült vagy megsemmisült. Ez vált a Gázába is. Ugye én néha ilyen kicsit értetlenül is nézem ezeket az előzményes kommenteket azon magyar honfitársaink részéről, akiknek nem kérdés például, hogy Erdély az egy alapvetően hozzánk tartozik, és olvastam egy nagyon jó publicisztikát, abban van, hogy ami Izraelnek a Garizim hegye, az nekünk a Hargita, és ami nekünk Kolozsvár, Székelyudvarhely, és még sorolhatnám, az nekik meg a telepes területek, és hogy azért Izrael az egy kifejezetten olyan terület volt, mielőtt megérkeztek volna a zsidó emberek a 19.-20. században, ami a senki földje volt, ami nem kellett senkinek. Lecsaporták a mocsarat, megvették külföldi arab tulajdonosoktól ezeket a területeket. Tehát amikor azt mondják, hogy már pedig itt az őshonos lakosság, a palesztinok, akkor azért az eléggé megmosolyogtató sok esetben. Igen, egy picivel más történelmi síkon van, ugye itt beszéltünk a 13. századról, ugye arab bevándorlás a mai Izrael területére az kicsit korábban kezdett, de ettől a tény is. Megint ugyanez a helyzet, és akkor egy picit beszéljünk erről a helyzetről is, hogy a jelenlegi erdélyi helyzetet is, meg a jelenlegi izraeli helyzetet is a katonai fölény okozza. És nem elsősorban a magyar-román katonai viszonyokra gondolok, hanem a NATO és az Európai Unió versus Magyarország helyzetre. Tehát ezek
olyan tények, hogy az angolom úgy mondja, hogy facts on the ground, tehát hogy ezek olyan tények a földön, amit úgy két lábbal vannak ott, és nagyon nehéz vitatni. Hát én ezt nem értettem soha, hogy nem az a, és ez pszichésen, és ez nem csak katonailag, hanem személyiségként is. Ha az embert legyőzik, néha legyőzik, nem tudsz mindig győzni. Legyőznek, ugye azt mondják, hogy lemész a padlóra, akkor helyezkedj el kényelmesen, vegyél fel valamit, azt állj föl. Tehát, hogy de az, hogy én lent vagyok a padlón, és akkor volt egy testvérpár, jól ismertük őket, és akkor sokat jártunk együtt, az idősebbik srác egy idős volt velem, a fiatalabbik meg az öcsémmel, és akkor sokat verekedtek, vagy bunyóztak, és az idősebbik nyilván nagyobb is volt, meg erősebb, és lenyomta mindig a kicsit, és mindig azt mondta kicsit, hogy a földön, hogy én győztem. Tehát ez a fajta felfogás, ez nem visz sehova. Tehát igen, az embernek el kell fogadni az adott helyzetet, és utána a következő pillanattól kezdve, a következő szemvillanástól kezdve a túlélése, és a hogyan továbbra kell fókuszálni. Ez ennyire egyszerű. Te hogy látod egyébként, ez a háború súlyosabb, mint a Jom Kipuri háború? Nem, határozottan nem. Tehát a Jom Kipuri háború valóban létében fenyegette Izraelt, és az a helyzet, hogy a szír és egyiptomi csapatok ténylegesen találkoznak Izrael területén, valóban azzal fenyegetett, hogy akár az állam is megszűnhet. Itt igazából az a fajta felfogásnak a végét látjuk, annak a fajta pozitivista gondolkodásnak, hogy ennek a arab-izraeli konfliktusnak lehet egy békés lezárása, egy olyan lezárása, ami, és azért ezt tegyük hozzá, túlnyomó, hogy az izraeli érdekek mentén történik, anélkül súlyos károkat szenvedne az ország, ennek van itt vége. Tehát itt most szerintem a gázaövezetnek a végét látjuk. Az igazi kérdés az, hogy mi történik északon, és mi történik nyugaton, bocsánat, keleten. Tehát a Cisziordániában és Libanonban mi fog történni. A gázai övezet ilyen szempontból katonai fenyegetésként nagyon-nagyon jó időre, talán évszázadokra is meg fog szűnni fenyegetésként. Nem tudom, lehet, hogy lerombolják az épületeket, és maradott 30-40 beduin törzs, aki, vagy éppen arab törzs, aki legelteti a juhait, az nyilván nem ilyen katonai fenyegetés, tehát lehet, hogy egy ilyen megoldás születik, de én nem látom azt a fajta kimenetelét a dolgoknak, hogy itt ezen a területen valamilyen kompromisszum szülessen. Amit még rendszeresen kérdezni szoktak, hogy Izrael, ha nagyon fenyegetik, akkor bevethet-e atomfegyvert, a nem létező atomfegyverét, de ugye azért nehéz kérdés ez, mert hogy kicsi területről beszélünk, tehát ha ott bevet atomfegyvert Izrael, az a saját nemzetét, meg a saját területét is veszélyeztetheti. Pontosan, egyébként van olyan eszköz, amely csak az élő lényeket pusztítja el, a baktériumtól, a vírusoktól kezdve egészen a magasabb rendű élő lényekig. Ezt neutronbombának hívják, ami gyakorlatilag olyan ugyanolyan gamma sugárzás bocsát, mint a röntgenkészülék, csak sokkal erősebben. Gyakorlatilag ez a fajta sugárzás egy héten belül eltűnik egyébként, általában nyilván a bomba méretétől is függ. Tehát van erre fizikai lehetőség, és megint nem arról beszélünk, hogy legális, humánus, célszerű, stb., hanem a fizikai lehetőségekről beszélgetünk. Én nem tartom valószínűleg, hogy erre sor kerülne, bár annak, hogy demonstratíve csináljon valaki ilyet, tehát mondjuk alkalomatán ugye Izrael sem írta alá a több kisebb atomhatalomhoz hasonlóan az atomcsend egyezményt. Tehát egy tesztrobbantás mondjuk a Negev sigatagban, ahol már több esetben sor került ilyesmire, azért ez egy jel lehetne, csak akkor megint fogjuk mindenkinek a figyelmet, hogy nagyon hasonló lenne a szituáció, mint Oroszországban, akik szintén nukleáris tesztre készülnek a hírek szerint. Tehát, hogy ez egy olyan erődemonstráció, ami után már atomfegyver bevetése következik. Nem hiszem, hogy ideig eljutna a helyzet. Nagyon kicsi az esélye, hogy olyan katonai vészhelyzet állna elő, amely szükségesíteni az atomfegyver bevetését. A diplomáciai helyzet megoldása meg nem lehet atomfegyvert alkalmazni, mert onnantól kezdve az állam ki is írta magát a nemzetközi közösségből, sőt, lehet, hogy akár ő maga is áll, célpontjává válik egy támadásnak. Tehát itt én nem látom ennek az esélyét. 73-ban katonai szerepe lehetett volna, de hásnak ott is sikerült elkerülni ezt a problémát. És most itt nyilván a gázai övezetnek a betörténő bevonulásról beszéltünk, de ez megoldja szerinted a probléma gyökerét? Ugye Al-Aqsa vihar néven indították el ezt a mostani támadást, ami a szent helyekkel kapcsolatos kérdés. A Templomhegynek a kérdése attól még nem rendeződik, ugye? Számomra ez is érdekes, hogy hát ha jól tudom, a Templomhegy a Jordán király fennhatósága alatt van. Szerintem a Hamásznak például ott semmi keresni valója nincs, tehát hogy kellenének talán még erőteljesebb fékek és ellensúlyok a rendszerbe. Ez nagyon jó kérdés, hogy az iszlám harmadik legszentebb helyéről beszélünk, és akkor nyilván a keresztény és a zsidó fontosságát a templomnak mindenki ismeri. Nem tudom, mi a megoldás. Az a baj, mondok egy sztorit, amikor az irreguláris hadviseléssel kezdtem el tanulni, akkor volt egy tanárom, aki szovjet iskolákban tanult, és ajánlotta nekem Korunk hőse című regényt, nem teszem, hogy most kiírta, és abban van egy idézet. Azt mondja, hogy azt mondta a százados, hogy nem jött meg a megfelelő utazási alkalmatosság. És amikor megérkezett a megfelelő utazási alkalmatosság, az egy század katona volt egy ágyú kíséretébe.
és kérdezte, hogy miért van ez így, és azt mondta, hogy mert az elmúlt időszakban nem haltak meg elegen a környéken, és megint erősnek érzik magukat a hegyi törzsek, úgyhogy itt a Kaukázusban az a szabály, hogy minél nagyobb a veszteség, annál tovább tart a béke. Tehát az nagyon szomorú, és ez hidd el nekem, hogy hadtörténészként, emberként, keresztényként ez egy felfoghatatlan szomorú gondolat, de ettől még valós. Hogy minél több ember hal meg, annál tovább tart majd a béke. Tehát amíg ez a fajta állapot nem következik be, amíg nem szembesül azzal nagyon sok mindenki, hogy ez a történet, ez akár őt is elérheti, az ő életét, az ő halálát is elhozhatja, addig folytatódni fognak az ellenségeskedések, amikor megtörténik ez a nagyon-nagyon szomorú és sajnálatos, de mondjuk ki valós vérontás, utána lehet majd, hogy mindenki észhez kap, és elkezdi a megoldásnak a lehetőségét keresni. Tehát ugyanúgy a templomhegyel kapcsolatos kérdésekben is akkor lehet majd valami megoldás, akkor mindenki arra fog törekedni, ezt a helyzetet még egyszer ne ismétlődhessen meg. Tehát amikor alkalom adtan a Jordán királyéke egyébként abszolút a béke ember, és tényleg az elmúlt 30 évben, amit Jordánban megvalósított, azért le a kalappal, amikor ő ki tudja kényszeríteni a szélsőségesek, ne dumáljanak bele. És mondjuk tegyük hozzá, Izrael is meg tudja oldani, hogy az ultraortodoxok nem menjenek oda provokálni. Tehát azért ez egy nagyon fontos szempont. Akkor lehet majd valamilyen szintű megoldás, de amíg ugye mind a három nagy vallás kvázi a sajátjának követeli ezt a területet, addig nagyon, nagyon, nagyon nehezen elképzelhető, hogy lesz valami nyugodt és hosszabb távon fenntartható békés megoldás. Holnap lesz 2 hete, hogy kitört a háború Izrael és a Hamász között, és hát azóta is folyamatosan zajlanak az események. Azon hallgatóink kedvéért, akik nem követik percről percre azt, hogy mi történik, te hogyan foglalnád össze, melyek azok a fontosabb események, most nyilvánvalóan elsősorban hadműveleti események, amelyekre érdemes odafigyelni? Tehát maga az elmúlt 2 hétnek a legfontosabb eseménye az a páratlan és történelmi méretű terrortámadás volt, amit a Hamas indított Izrael ellen. Most úgy néz ki, hogy 2500, de akár 3000 öngyilkos merénylő is előzönlötte Dél-Izrael területeit, ami abból a szempontból jelentős, hogy ez egy gyalogos dandár. Tehát ez már katonai méretű erő, amiről beszélünk, ez már egy hadműveleti méretű erő, és az a pusztítás, amit végeztek, az gyakorlatilag annak is egyértelművé vált, és az a brutalitás, ami ezt a pusztást végezték, aki alkalmatán nem is nagyon néz híreket, ebben nem is nagyon mennék bele egyrészt, mert a gyomron fölkavarodik, másrészt meg elönt az indulat, úgyhogy maradjunk annyiba, hogy volt egy brutális méretű terrortámadás, amit teljesen meglepte az izraeli védelmi, biztonsági és rendvédelmi erőket. Itt erről sokan is sokat beszéltek, erre se szeretnék kitérni. Igazából ami talán fontos ezen a területen az az, hogy az elmúlt éveknek az enyhülése után az Ábrám megállapodások, illetve az Izrael startup államá való válása után mindenki úgy gondolta, hogy egy ilyenfajta támadás az enyhülésnek a keretébe elképzelhetetlen. Most sajnos azt kell, hogy mondjam, a Hamász nagyon durán fölrúgta ezt a konszenzust, és innentől kezdve az az igazi kérdés, hogy hogyan reagál rá az izraeli vezetés, hogyan reagál rá az izraeli lakosság. Egyelőre meglepő módon nagyon-nagyon-nagyon kevés reakciót látunk. Azok a szorványos bombázások, amik a gázai övezetet érik, azok gyakorlatilag a kötelező minimumnak tekinthetőek, de egy biztos, hogy az Egyesült Államok sokkal aktívabban részt vesz ebben a műveletben, mint korábban. Ugye már maga az a tény, hogy 2 repülőgép hordozó köteléket, ez körülbelül 10-12-15 hadihajót jelent egyébként, a környékre vezényeltek, ez önmagában egy nagyon jelentős fejlemény. Ugye zárójelben jegyezném, hogy az amerikai hadiflottának körülbelül az 1/4 ott van most a földközi tengeren. Tehát az amerikai hadiflotta bevethető erejének a 20-25%-át most, vagy a csapásmérő erejének a 20-25%-a most közvetlen Izrael partjainál horgonyoz. Ez azért nagyon komoly erő, és nagyon sokáig az volt a gondolatom, hogy ez valami van a háttérben, és most már a Bloomberg ma reggeli cikkel is bizonyított, hogy bizony, ennek nem csak az esetleges külső tényezők elretentése a célja, hanem Izrael valamilyen szintű visszafogása is, azzal, hogy mellette ad biztonsági garanciákat is, hogy gyakorlatilag megvédje az zsidó államot. Ugye azt mondtad, hogy Izraelnek lépnie kell ahhoz, hogy továbbra is az a kép alakuljon róla, vagy megőrizze azt, hogy megfelelő a védelmi képessége, de a bosszú itt a cél Gázában, vagy egy olyan övezet létrehozása, ami úgymond egy puffer zóna, azaz, hogy távolabb tartani a Hamászt és egyéb problémákat? Ez egy azért jó kérdés, mert minden tiszteletemmel, ugye
keresztényként, ugye a zsidók az idősebb testvéreink, de aki elolvassa az Ószövetséget, az tudja, hogy az Ószövetség másról se szól, csak a bosszúról. Tehát ugye a Jákvét sokszor a bosszú istenének is nevezték. Tehát, hogy igenis benne van ez a tényező, megint azt mondom, hogy nem minősítem. Erre mondta Robert Sikeszte, hogy a Közel-Keleten, aki minél őrültebb dolgot hajt végre, azt tisztelik a legjobban, és pontosan. Hogy Izraelnek most meg kell mutatni. Pontosan. Csak azt mondom, hogy van ennek egy ilyen geopolitikai realitása is, hogy mondjuk a gázai övezetet arrébb tolják, vagy tehát, hogy ott legyen egy olyan zóna, amit aztán teljesen tudnak ellenőrizni. Én ezt abból a szempontból közelíteni meg is az lett volna a következő mondat, hogy gyakorlatilag, ahogy az izraeli vezetés, politikai vezetés elmondta, hogy azt a képességét a Hamásznak meg kell szüntetniük, és megint csak semmilyen erkölcsi, meg akár a bosszú motivalmat is kivetjük, hogy ilyen típusú támadást még egyszer végre tudjon hajtani. Tehát itt a pufferzóna is egy lehetőség. Én megmondom őszintén, hogy azt tartanám logikusnak, és megint csak mindenféle érzelmi megfontolás nélkül, hiszen elmondhatatlan emberi szenvedéssel járna, de ha szigorúan én lennék egy politikai vezető, akit egy ilyen típusú helyzetben sodor az élet, akkor az lenne a megoldás, hogy a gázai övezetben megszűnjön a Hamas jelenléte teljesen. Tehát az a fajta folyamat, amiben ez fölépült, hogy találtak 3000 öngyilkos merénylőt, és egy picit emészgessük össze a számot, hogy 3000 öngyilkos merénylőről beszélünk, aki megfelelő fegyelmezettséggel fölkészült, és láttuk a videókon, fölkészültek nagyon komolyan erre a támadásra, tehát egy-másfél évig tudták azt, hogy ők meg fognak halni valahol, és ennek megfelelően is cselekedtek. Tehát amíg ennek a hátterét nem lehet felszámolni, így vagy úgy, addig ez a veszély mindig fönnáll. És itt nem csak arról beszélek, hogy vannak lőszerraktárak, fegyvergyárak, stb., hanem kiképzőközpontok, vezetők, stb. Tehát azt kell megérteni, hogy ebben a miénktől drasztikusan eltérő kultúrában, vagy civilizációban, vagy környezetben nem lehet visszafogott, nem hogy európai szemmel visszafogott, hanem helyi szemmel visszafogott választ nem lehet egy ilyen támadásra adni. Tehát innentől kezdve az, hogy a gázai övezeten mi történik, a minimum az, hogy protektorátus lesz, de én sokkal inkább elképzelhetőnek tartom azt is egyébként, hogy teljesen, vagy legalábbis nagyon nagy részt kiürítése kerül, innentől kezdve ez nem opcionális. Tehát azt a fajta, reagálva Robinak a szavaira, tehát azt a fajta őrültséget föl kell mutatni, amitől a többiek megértik, ahogy Hassan Nasrallah is elmondta, hogy hát tudom, hogy ekkora válaszcsapás, akkor eszembe se jut. Tehát ezt a fajta képességét kell visszaállítani Izraelnek, és ez egy nagyon komoly feladat. A kérdés az, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió például milyen lépéseket tesz azért, hogy ezt megakadályozza vagy tompítsa. Nagyon nehéz, mert ha bemutatnak egy bizonyítékot, arra mondhatjuk azt, hogy a mesterséges intelligenciával csinálták, vagy hamisították, vagy nem tudom én. Ha nem mutatnak be bizonyítékot, akkor miért nem mutatnak meg bizonyítékot? És pont az orosz-ukrán háborúban láttuk, hogy semmit nem hihetünk el. Tehát nagyon nehéz. Így van. Így van. Most ennél a ennél a robbanásnál látszott azonnal, hogy meg se várta senki, hogy bármilyen bizonyíték legyen. Ugye nem tudom magyarra mi bemondása elhitte mindenki, hogy az izraeliek voltak, vagy az, hogy a palesztinok csináltak valamit. És utána, amikor jöttek a bizonyítékok, a felvételek kezdtek el szivárogni, akkor kezdődött el egyfajta, mondjuk így, újraértékelés a dolgoknak, de az a fajta álláspont, amit én szoktam képviselni, hogy várjuk meg, ami kiderül valamit, azonnal ne hozunk döntést, mert az egy pillanatnyi érzelmi alapú döntés lesz minden nemű bizonyíték nélkül, az teljesen fél lehet söpörve, és azonnal mindenki elít a hangulata alapján az arab országok elítélték, vagy a muszlim országok elítéltek Izraelt, az európai baloldal is, a jobb oldal, meg azért biztos, hogy az arabok voltak, és aztán ki is derült, hogy nagyjából 80%-os biztonsággal egy eltévedt iszlám dzsihád rakéta okozta ezt az óriási pusztítást. Tehát onnantól kezdve, hogy történik egy ilyen eset, ugye a konstantinovkiai piac a legjobb példa az orosz-ukrán háborúba, amikor meghalt 17 ember, 15 ember köztük 2-3 gyerek, és mindenki azon a brutális oroszokat és barbár oroszokat kezdte el vádolni, és majd az amerikai fél mondta azt, hogy hát ez egy ukrán rakéta volt. Tehát, hogy innentől kezdve már nem mondhatjuk azt, hogy van egyfajta olyan konszenzus a tényekről, vagy a tényekhez való hozzáállásunk, mint korábban, hanem egész egyszerűen érzelmi alapú döntések vannak, ami azért veszélyes, bocsánat, ami azért veszélyes, mert a magyar jog szerint például az a cselekvőképes, aki tudja a tetteinek a hosszú távú következményeit, tehát nem érzelmi alapon, hanem tudati alapon dönt. Na most ebből a szempontból a közvélemény nagy része már nem minősítető beszámíthatónak, azért ez elég nagy probléma. Hú, mit fogsz kapni a közvéleménytől? Hát ha érzelmi alapon dönt valaki, és nem a hosszabb távú körülményeket figyelembe véve, akkor nem beszámítható. Nem cselekvőképes, elnézést. Tehát ez megint csak nem egy olyan dolog, ami jó vagy rossz, hanem ezt vegyük tudomásul, hogy az embereknek, és azért különbözünk az állatoktól, mert tudunk
hosszabb távon gondolkozni, tudunk elvonatkoztatni. Tehát ha megnézzünk egy kutyát, például nekem két kutyám van, imádom őket, ők ösztönlények, ők gondolkodás nélkül reagálnak. Az embernek megvan a képessége, és használnia is kell, hogy leüljön végon, és utána éppen lehet, hogy ugyanaz lesz a reakció, mint az első döntésre, vagy az első gondolata, de akkor is megtette azt, hogy végig gondolja a következményeket, a lehetséges forgatókönyveket, és utána dönt, és utána cselekszik. Tehát nyilván mindenkit föl lehet zaklatni, ki lehet billenteni az egyensúlyából, engem is 6 percet föl lehet idegesíteni, de igyekszem nem cselekedni felzaklatott állapotba. Tehát, hogy ezek az óriási különbségek, és ilyen típusú kérdéseknél, amik azért élet és halál kérdése, most akár egy nemzet részére, akár az izraeli, akár az a palesztinról beszélünk, ott azért nagyon nem kéne ilyen hebrencsen gondolkozni és cselekedni. Beszéljünk arról, hogy ha a gázai behatolás még nem történt meg, akkor történt-e viszont izraeli részről, vagy akár a másik részről, a Hamasznak a részéről az elmúlt napokban katonai hadművelet? Kisebb próbálkozásokra a Hamas részéről érkeznek hírek, de ezeket a támadásra felkészített és a támadásra felállított izraeli akaratok kivétel nélkül visszaverték. Ami igazából érdekes az az, hogy egy relatív nagyobb erővel, vagy a felvételek tanúsága szerint egy olyan századnyi erővel, kisebb zászlónál kisebb erővel, tehát több tucat harcjárművel Izrael benyomult egy olyan területre a gázai övezetben, ahol egyébként nincsenek épületek, tehát egy nyílt sík terület volt, és ott egy ilyen erőszakos felderítést hajtott végre gyakorlatilag. Tehát megnézték, földítették azokat a helyeket, ahonnan tüzelő állásokat lehet fölvenni, igyekeztek elpusztítani a kiépített védőállásokat, ahonnan föld vagy betonakadályokkal lehet támadni a benyomuló erőket, és utána rövid idő után ki is vonultak a területről. Ennek szerintem két oka volt. Az egyik az az, hogy megnyugtassák az izraeli közvéleményt, hogy nem ülnek tétlenül, és ha maga a szárazföldi támadás nem is indult el, attól még aktívan keresik a lehetőséget, hogy indítsák meg. A másik pedig ténylegesen egy ilyen katonai előkészítő művelet volt, amiben fölmérték azt, hogy a katonák hogy működnek együtt, fölmérték azt, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek az adott területen rájuk, stb. Úgyhogy ez egy ilyen kettős célt szolgáltatott. Egy dolgot hagyják még hozzá, ugye nagyon érdekes nyilatkozatot hallottunk már, ez már másfél héttel ezelőtt volt egyébként, ha jól emlékszem, pont a vezérkari főnöktől, aki azt mondta, hogy ismerve a gázai övezetnek a sajátosságait, a harckocsizókat például arra is fölkészítették, hogy napokig ne hagyják el a harckocsit. Na, az azért egy elég komoly teljesítmény. Egy harckocsiban élni gyakorlatilag? Igen, enni, és akkor a fizikai szükségletekről is beszéljünk.